Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatóságot. Én már kint megkóstoltam az Eller krémlevest és a sütők krémlevest. Nagyon jól esett, úgyhogy a rostbevitel már megvan, illetve a spirulinás port is megkóstoltam. Viszont 3:30-kor keltem, úgyhogy ennek kapcsán bevettem 2 kanál süngombát is, hogy a koncentráló képességet egy kicsit fokozzam. István nagyon jól elmondta, hogy mik azok az élelmi anyagok, amik a szervezetünk működéséhez nélkülözhetetlenek, és hát mindnyáján tudjuk, hogy az emberi szervezet az mennyire egy csodálatos biológiai rendszer, azonban ahhoz, hogy a legmagasabb szintű egészséget elérjük, a sejtszintű egészségig kell eljutni, tehát a sejtek szintjén kell a szervezetünket táplálni. Az immunrendszerünk nem ismeri a betegséget, hanem felismeri. A szervezetünknek az első számú védekező mechanizmusa, amely nem csak a külső behatolókkal szemben véd minket, tehát a baktériumokkal, vírusokkal, gombákkal szemben, hanem fel kell, hogy ismerje a kóros sejtosztódási folyamatokat, illetve a génexpressziót, ami később a daganatos megbetegedések kialakulásához vezet. Ahhoz azonban, hogy az immunrendszer a működését el tudja látni, biztosítani kell számára a megfelelő anyagokat, ugye ezt nyilván a táplálkozással tudjuk biztosítani. Nagyon fontos üzemanyagként szolgálnak a poliszaharidok és a flavonoidok, és hát természetesen, ahogy István is elmondta, a bélrendszer, a bélflóra összetétele kulcsfontosságú az immunrendszer működése szempontjából. Most az immunrendszer működéséhez hatalmas segítséget jelent a Maximon nevű készítmény, ugyanis természetes formában tartalmazza az előbb említett flavonoidokat, poliszaharidokat, mindemellett tartalmaz még C-vitamint, B-vitamint és ergoszterolt, D-vitamint. A flavonoidokat a csodálatos kombucsa lévén, a poliszaharidokat pedig 4 biogyógygomba teljes hatóanyag spektruma révén tartalmazza, és az a csodálatos dolog ebben, hogy ezek a hatóanyagok egymás hatását fokozzák. A polifenolokról azt tudjuk, hogy elsősorban a bogyós gyümölcsökben találhatóak meg, és nélkülözhetetlenek a szervezet működése szempontjából. Főleg a szív- és érrendszerre gyakorolnak pozitív hatást, azonban kulcsfontosságúak, ahogy említettem, az immunrendszer működése szempontjából, csökkentik a hajszálerek törékenységét, májvédő, májregeneráló hatásúak. A poliszaharidokat elsősorban a gyógygombák révén ismerjük. A gyógygombák tartalmazzák nagy mennyiségben. A tudományos kutatások elsősorban a bétaglükánok kapcsán mutattak pozitív eredményeket, azonban léteznek alfaglükánok is, és hát rengeteg pozitív hatással rendelkeznek mind a bélrendszerre, mind a koleszterin szintre, mind pedig a vércukorszintre, erről később fogok beszélni. Azonban a legfontosabb szerepe a bétaglükánoknak, hogy 2 funkciót látnak el a szervezetben. Egyik funkciójuk a prebiotikus szerep, ez azt jelenti, hogy tápanyagul szolgálnak a bélbaktériumok számára, illetve beépülnek a bélfalban, regenerálják a bélfalat. A másik fontos hatásuk az immunmodulátor szerep, ez alatt azt értjük, hogy a makrofágok a bélrendszeren keresztül bekeblezik ezeket a bétaglükánokat, és egy immunológiai mechanizmuson keresztül egy immunválaszt alakítanak ki. Ez az immunválasz a szervezetben 72 órán belül alakul ki tulajdonképpen, és ez aktiválja az immunrendszernek a többi sejtjét. Ez olyan, mint amikor megnyomunk egy kürtöt, és akkor a hadsereg elkezd védekezni. Ahogy említettem, a Maximumban 4 biogomba kombinációja van. Elsősorban azokat a hatásokat fogom kiemelni, ami a Maximumban lévő többi hatóanyaggal szinergiában működik, illetve a különböző hatásokat felerősíti. Nagyon sokan hallottak már a pecsétviaszgombáról.
Itt elsősorban az antibiotikummal együtt végzett hatását emelném ki, bizonyos antibiotikumokkal ugyanis együtt adva fokozza az antibiotikum hatását, nem mellesleg szabályozza a bélflóra összetételét, komoly gyulladás csökkentő hatása van, ez a gandodericin savnak köszönhető. Amiket most természetesen elmondok, ezek mind szakirodalmi adatok, tehát PubMed-es cikkekben felelhetőek. A legfontosabb hatása még a ganodermának, az izület támogató hatás. Ugye Magyarországon szokás, hogy nagyon sokan járnak gyógyfürdőbe, mivel ugye izületi problémákkal szenvednek. Most a ganoderma az egy nagyon jó porcerősítő anyag, olyan hatóanyagokat tartalmaz, és azt is szokták mondani, hogyha Magyarországon minden harmadik ember ganodermát szedne, a maximumnal, akkor nem lenne influenza vírus. Nagyon jelentős tény, hogy a ganoderma és a C-vitamin egy komoly szinergizáló hatásban működik, főleg a szív- és érrendszer vonatkozásában. Ugye a C-vitamin jelentős szerepet játszik a koleszterin szint szabályozásában, és ezeket a hatásokat a ganoderma felerősíti, ugyanis oxigénnel látja el a szívizmot, ezáltal a szívizom működését támogatja. Másik nagyon csodálatos összetevője a maximum készítménynek, a cordyceps, a kínai hárnyogomba, erről már biztosan sokan hallottak, úgy is hívják, hogy a Himalája viagrája, illetve a termékenység gombája, Japánban meddőségi klinikákon alkalmazzák. A maximumban alkalmazva viszont energiaszint növelő hatása van, tehát sportolók kiválóan alkalmazhatják, ugyanis a kínai atléták 93-ban a kínai hernyógomba szedésével nyertek olimpiát. Ugyanakkor a kínai hernyógombának egy nagyon jó méregtelenítő hatása van, támogatja a vese működését, illetve a máj működését is. Nagyon fontos szerepe, hogy segíti a vérben a hemoglobinnál az oxigén megkötését, ezáltal több oxigén áramlik az egyes szövetekbe, illetve sportolásnál gátolja a tejsavképződést, illetve segíti a glikogénraktároknak a megbontását, illetve a feldolgozását, ezáltal egy jobb izomteljesítményre képes a sportoló. Lényeges momentum a maximumnak az ergoszterin tartalma. Ez ugyanis nem a hagyományos értelemben vett D-vitamin, tehát nem a D3 vitaminről beszélünk, ugyanis úgy szoktuk mondani, hogy a gombák a D-vitaminok végtelen forrásai. Bizonyos gombafajoknak a D-vitamin tartalmát UV-besugárzással tudjuk növelni. Ilyen gomba például a maximumban lévő mandulagomba, aminek ténylegesen mértük a D2 vitamin tartalmát. Ugye maga a maximum 200 mg agaricus brazeimulét tartalmaz, ez a mandulagomba, és ennek ebből a napi adag 1440 nemzetközi egység D2 vitaminnak felel meg, amiből szakirodalmi adatok alapján a harmada alakul át D3 vitaminnál, ez 480 nemzetközi egység, tehát ez egy jelentős vitaminmennyiség, és októberben különösen fontos, ugyanis októberben a magyar lakosság 95%-a D-vitamin hiányos. Ez a Semmelweis Egyetemnek az egyik legújabb kutatása, és tudjuk, hogy a D-vitamin hiány az milyen kórképekhez vezet, tehát kiválóan alkalmazható D-vitamin pótlására. Azonban a legfontosabb, hogy a D2 vitamin több spektrumon keresztül fejti ki a hatását. A legújabb tudományos kutatások kimutatták, hogy a kalcitriol hormon, tehát ami a kalcium beépülését szabályozza a csontokba, akkor tudja a legjobban kifejteni a hatását, hogyha kettős mechanizmuson keresztül alakul át D3, tehát a D2-ből D3 lesz. Illetve a D2 vitaminnak a különlegessége még az, hogy lokális hatása van, tehát a szervezetben bárhol át tud alakulni D-vitaminná, ahol szükség van. És ami egy nagyon kulcsfontosságú dolog, hogy az immunsejtek felszínén vannak D2 receptorok, aminek a daganat elleni védekezés szempontjából van kulcsfontosságú jelentősége. Összefoglalóan kinek ajánlott a maximum? Hát ugye a hallottakat egy kicsit kibővíteném, mert nagyon-nagyon sok minden, nagyon-nagyon széles sávon alkalmazható. Nyilván egy súlyos betegség utáni lábadozási időszakban,
a szabad gyökök ellen, tehát aki egy masszív dohányos, érdemes maximum készítményt fogyasztania. Gyermekeknek is a kedvező adagolás miatt a környezetemben is rengeteg gyermek alkalmazza, mert a hagyományostól eltérően csak be kell sprézni a szájba, akár pajzsmirigy problémák esetén, de természetesen mindenféle szív- és érrendszeri betegség esetén egy komoly mankót jelent a maximum készítmény. István nagyon jól ugye összefoglalta, mik azok az élelmi anyagok, amik a szervezetünk működéséhez nélkülözhetetlenek, de mi van akkor, hogyha ezek az élelmi anyagok hiányoznak az étrendünkből? Hát ugye akkor alakulnak ki a mindig emlegetett, már unalmassá vált civilizációs megbetegedések, de sajnos beszélni kell róla, mert nagyon rosszak a statisztikai adataink. 2008-ban magas vérnyomás betegségben 18 ezer ember halt meg. Magyarországon sztrókot évente 28 ezer ember kap. Tehát ezek nagyon döbbenetes adatok. Nagyon sok a cukorbeteg, az elhízott, a daganatos beteg, az allergiás, az aszmás, és hát nyilván ez a sok krónikus betegség egy közös pontra vezethető vissza, mégpedig az, hogy megváltoznak az anyagcsere folyamataink már a sejtek szintjén, és a lebontó folyamatok kerülnek túlsúlyban, nem a felépítő folyamatok. Nyilván ezek az említett hiányállapotokra vezethetők vissza, ami táplálkozási kockázati tényező, és a gyulladásra. A stressz a nem megfelelő étrend miatt egy krónikus gyulladás alakul ki a szervezetben, ami egy ördögi kör, mert a gyulladásról azt szoktuk mondani, hogy a szervezet legjobb barátja, de ugyanakkor a legáldázabb ellensége is. Egy bizonyos szintig, ugye mozgósítja az immunrendszert, de egy bizonyos szint után már romboló hatása van. Ugye az orvosi szaktekintélyek azt mondják, bár már ez a tév megbillent, tehát hogy a szív- és érrendszeri bajok mögött a magas koleszterin szint áll, és van egy paradigmaváltás, mert ugye eddig a magas zsírtartalmú étrendet okolták, és felírták a gyógyszereket, ami nem más volt, mint a statinok. De ugye most már rájöttek arra, hogy igazából nem a magas zsírtartalmú étrend, hanem az a sok tartósítószer és adalékanyag, ami tulajdonképpen lerakódik az ereg falán, gyulladásokat idéz elő, és a koleszterin szint azért emelkedik, mert a koleszterin tulajdonképpen a sebb tapasz, ami ezeket a gyulladásokat betapaszolja az érben. És hát valóban a statinok azok a gyógyszerfajták, amelyeket szinte biztos, hogy felírnak, hogyha az ember 50 éves kor felett elmegy orvoshoz, és nem számolunk azzal, hogy milyen komoly mellékhatásaik vannak, tehát pont amire felírjuk, érkárosodás, szívelgyengülés, stroke, szürkehályog, és hát azért egy döbbenetes statisztikai adatot hadd mondjak, hogy évente Magyarországon 10-11 ezer ember hal meg gyógyszertulladagolás következtében. Nyilván ebből beleszámítanak azok is, akik önmaguk vetnek véget az életüknek. És hát nagy kérdés az, hogy itt van ez a rengeteg vitamindöpping, hogy ezt milyen formában vigyük be. Minél természetesebb, annál jobb. Ugyanis, hogyha nem adjuk meg a testünknek a megfelelő vitaminásványi anyagmennyiséget, akkor megpróbálja túlkompenzálni, mint például a koleszterinnél, hogyha ezeket nem visszük be egészséges formába, túlkompenzálja, és megbillen az egyensúly, és kialakulnak a betegségek. De hát nyilván mi azon vagyunk, hogy ezeket a problémákat kiküszöböljük, és próbálunk olyan termékeket fejleszteni Istvánékkal közösen, amik megoldásokat jelentenek bizonyos problémák esetén, de nyilván ehhez kell az életmód is, a megfelelő táplálkozás is, és ezek a termékek komoly mankót jelentenek ezeknél a problémáknál, ezeknél a betegségeknél. Az egyik ilyen csodálatos termék a Kendall, amely allicin és bio hidegensajtot csiráztatott kendermagolajnak a keveréke. Az 1980-as, 90-es években kutatásokkal is megerősítették, hogy a fokhagyma rendszeres fogyasztása 10%-kal csökkenti a koleszterin szintet.
Ugye ezeket népegészségügyi adatokkal is alátámasztották, tehát azok a civilizációk, ahol az étrendnek a része a fokhagyma, ott kevesebb a szív- és érrendszeri beteg. Ezért a hatásért a fokhagyma esetében az allicin nevű hatóanyag felelős, ami egy kéntartalmú anyag, akkor keletkezik, mikor vagdossuk a fokhagymát, érezzük ezt a kénes illatot, aminek az a szerepe a fokhagyma esetében, hogy védi magát a kártevőkkel szemben, azonban a mi esetünkben meg rengeteg pozitív hatása van. Na most kémiailag, ha nézzük, az allicin egy rendkívül bomlékony vegyület, és az allinből allináz enzim hatására alakul ki. És mivel ez egy nagyon bomlékony vegyület, ezért nagyon nagy kincs az, ha egy olyan terméket találunk, amiben stabilizált allicin van, ugyanis ebben az esetben a szervezetnek nem kell bajlódnia, illetve a stabilizált allicin már meghatározza a szervezet számára a szintiszta, tehát nem engedi, hogy az allinból másfajta anyag keletkezzen, hanem szintiszta formában az allicin jut be a szervezetbe, készen megkapja a szervezet, és azonnal tudja hasznosítani. Amikor a terméket fejlesztettük, Magyarország területéről több helyről szereztünk be próbamintákat, vizsgáltuk ezeket, próbáltuk kivonni, és hát szomorú tény, hogy az allicin tartalom az nagyon változó mennyiségben, illetve nagyon kevés mennyiségben volt jelen ezekben a fokhagyma alapanyagokban. Nyilvánvaló, ez attól is függ, hogy nem megfelelően termesztették, nem megfelelően bántak az adott növénnyel, így hát megfelelő forrásokat kellett keresnünk, illetve stabilizálnunk kellett ezt az allicint. És hát a Kendall kapcsán sikerült is, és elég jelentős mennyiségbe tudtuk a termékbe betenni, illetve stabilizálni. Egy üveg Kendall 55 gerezd fokhagyma allicin tartalmának felel meg, ezt az allicin tartalmat tartalmazza, és a napi adaga is jelentős mennyiségű szintiszta allicint viszünk be a szervezetünkbe. Ugye szeretem mindig kutatások alátámasztani azt, amit mondok, és bizony az allicin kapcsán is, ahogy készültem fel az előadásra, találtam olyan anyagot, ami alátámasztotta a vérnyomás csökkentő hatást, és ez egy humán, tehát embereken végzett, 6 hónapos kísérlet volt, és bizony-bizony 10%-kal csökkentette a vérnyomást, és ugye azt feltételezik, illetve igazolták, hogy acegátló hatása van, egy multifaktoriális hatása van, és ugyanakkor értágító hatása is van, tehát mindenképpen egy nagyon-nagyon hasznos hatóanyag a szív- és érrendszerre, illetve a koleszterin csökkentés, valamint a magas vérnyomás csökkentések kapcsán. Egy nagyon jó kiegészítő, támogató készítmény. És hát természetesen nem csak a szív- és érrendszerre van hatása, hanem nagyon sok más hatása van a kéntartalom, illetve az allicin tartalom révén. Ez a gombaellenes hatás, és itt a kandidát emelném ki, mert a magyar populáció nagyon nagy része szenved kandida túlszaporodásban. Bizonyára önök is tudják, hogy a kandida normál flóránk tagja, azonban egy antibiotikum kúra után, vagy egy nem megfelelő étrend kapcsán, ezek a gombák, vagy egy gyulladás kapcsán túlszaporodnak, és akkor már káros hatásuk van a szervezetnek. Na most a kendallal nagyon jól tudjuk a kandidák szintjét is szabályozni, illetve az allicinnek nagyon jó hatása van gram pozitív és gram negatív baktériumokra is, és itt a Pseudomonas aeruginosát emelném ki, amely egy komoly kórokozó baktérium, tüdőgyulladást okoz, cisztás fibrózist okoz, de akár a Helicobacter pylorit is, ami a gyomorfekély és aztán később a gyomorrákot kiváltó baktérium, és hát nem szereti az allicint, tehát menekül tőle, úgyhogy ez egy kiváló anyag ennek kapcsán is. És hát említettem, hogy bio csiráztatott hidegen sajtott kendelmag olajban stabilizáltuk ezt az allicint, amely nem csak hogy stabilizálja, de kiegészíti az allicin hatásait, illetve fel is erősíti. A kendermagról szerintem önök is már nagyon sokat hallottak, természetesen ez nem tartalmaz THC-t,
Viszont a csiráztatásnak nagyon sok kedvező hatása van, és nagyon kevés termék rendelkezik ezzel a hatással, ugyanis a csiráztatás során a saját enzimeit használja fel, és a 15%-a ennek az olajnak digliceriddé alakul. A digliceriddeknek pedig az a szerepük, hogy nem rakódnak le a zsírszövetbe, hanem energiaként hasznosulnak, tehát akár még a diétát is kiegészíthetjük ezzel a termékkel, és hát nem utolsó sorban, ha a szív- és érrendszerről, illetve a koleszterin szintről beszélünk, akkor nagyon kedvező az omega 6-3-9 aránya, illetve gamma-linolén savat tartalmaz, ami egy nagyon komoly gyulladást csökkentő, és E-vitamin tartalma pedig hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez, tehát dohányosoknak is egy kifejezetten jó termék, és hát ugye itt van a nyakunkon az influenza szezon, egyre párásabb a levegő, ilyenkor egyre jobban terjednek a baktériumok és a vírusok, amelyek megtelepednek a vízcseppek felszínén, így prevenciós jelleggel, illetve aki már légúti infekcióban szenved, azt ajánlom, hogy kezdje el szedni a kendalt.